Kedves vendégeink! A Karcagvárosi Önkormányzat, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár és a Barbarikum Irodalmi Könyvműhely nevében szeretettel köszöntöm Önöket, Rideg István, Körmendi Lajos világa, második kötet, a költő gyökeres állat ragaszkodása népéhez, Nemzeti plebejus útjának sokszínűsége című kötetének bemutatóján. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy idén a Magyar Kultúra Napi Program nem egyetlen nap eseménye, hanem egy egész heti rendezvénysorozatot szentelhettünk a magyar kultúra tiszteletére. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Ünnepi programjaink sorában elérkeztünk Rideg István, Körmendi Lajos József Attila díjas író, költő, életművét feldolgozó monográfia sorozatának második kötetét bemutató rendezvényünkhöz. Felkérem dr. Habír Őrsi Juliannát, a néprajztudomány kandidátusát, ossza meg velünk gondolatait, mutassa be a könyvet. Fennmaradnak-e a értékek a múló időben? Ezt a címet adtam a mostani gondolataimnak. A vidék társadalmának kutatójaként időnként felötlik bennem a kérdés. Kiürül-e a vidék? Elhalnak-e a falvak, a kisvárosok, vagy lesz erejük megújulásra és fejlődésre? Törvényszerű-e ez a folyamat, vagy új jelenség? Szerencse vagy pech vidéken születni? Lehet-e boldog, sikeres a vidéki ember? Bizonyára nem vagyok egyedül a válasz keresésében. Annyi bizonyos, hogy a 20. század embere jó részt nagyobb városba, sőt a fővárosba törekedett. Ott talált munkát, lehetőséget a megélhetésre, a gazdagodásra. A kulturális kínálat is nagyobb volt, az új eszmeáramlatok is hamarabb megérintették az arra fogékonyabb fiatalt. A fényes karrier lehetőség sok fiatalt vonzott, akik elszakítva a gyökereket belevágtak az új kapcsolatépítés töredelmes munkájába. Mert bizony nem könnyű a légüres teret benépesíteni, vagy éppen a szintelen sokasságból kiemelkedni. Ez a csábítás különösen rendszerváltások idején vonzotta a mobilitásra hajló fiatalokat. Múlt időben fogalmaztam, pedig jelen időre is érvényes, csak éppen most még messzebbről jön a csábítás fénycsóvája. Külföldre, Nyugat-Európába, Afrikába, vagy más távoli országba vágynak, mennek, kényszerből, kalandból, vagy ki tudja miért a mai fiatalok. Az elmondottak különösen érvényesek a tanult, értelmiségivé váló fiatalokra. Közöttük is a kiemelkedő tehetségekre, tudós palántákra, írókra, költőkre. Igaz, a magyar közmondás is azt az örök igazságot sugallja, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában. Mégis vannak, akik itthon maradnak, vagy visszajönnek. Ilyen volt Körmendi Lajos, aki ugyan göröngyös utat megjárva, de célba ért, mind a költészet hímes mezején, mind a családi életben. Éppen ettől a visszatéréstől indít Rideg István könyvének második kötete. Az író hazatalálás, hazatérésként fogalmaz. Körmendinek ez a korszaka 1982-től 1994-ig, amikor nyíltan felvállalja az ellenzéki szerepet íróként, majd aktív közéleti szereplője lesz a rendszerváltásnak Karcagon. Bár jó magam ekkor már nem éltem a városban, de korábbi kapcsolatunk megmaradt. Távolabbról is látszott, micsoda szervező ereje volt Körmendi Lajosnak. Aktivitásra buzdította, bátorította az értelmiséget, a fiatalságot. A hasonló gondolkodású költők, írók között hamar kialakult a baráti köre. Ennél azonban nagyobb hatókörben gondolkodott.
szánypróbálgató tollforgatókat juttatott első kötetük megjelentetéséhez, tehetséges gimnazistákból megalakította a York irodalmi kört, a karcagi gimnáziumban a fiatal alkotók körét Szolnokon. Meghatározó irodalomszervező egyéniség lett a megyében. Vallotta, hogy bizonyos történelmi helyzetekben az értelmiségnek nem csak tollforgatással, de tettekkel is szerepet kell vállalnia a közösségért, a nemzetért. Elvállalta a Jászkunság főszerkesztését, de Karcagon az önkormányzati képviselőséget, sőt rövidebb ideig az alpolgármesterséget is. Igaz, ez utóbbi funkció nem volt testhez álló számára, de szándéka a város felemeléséért ma is helytálló. Karcag Karakán kisváros, Karakán emberekkel. Vallja, hogy egészséges szemléletet kell kialakítani, ad is szent szándékkal, illetve Szabó Páli, ahogy lehettel, írja Rideg István. Mindezért sokat tesz íróként is. Az általa indított karcagi újságok és más lapok is rendszeresen közlik írásait. Ebben a korszakában érik az elismerések is, például a József Attila díj. Körmendi tudatformáló szerepvállalásának, amelyre lehetőséget 1990-1995 között mind a megyei, mind a helyi lapok lehetőséget adtak, Rideg István külön fejezetet szentel. Körmendi nagy lokálpatrióta volt. Tatárszáni és Bajkáltó környéki utazásai, kitekintése nagyvilágba, de itthoni szemmel. Kereste a közös kulturális vonásokat a rokon népekkel. Nagy szerepe volt abban, hogy a Barbarikum könyvműhely egy időben sokat tett a rokon népek irodalmának megismertetéséért. Ebben persze partnere lett Mándoki Kongór István és Barta Júlia turkológusok személyében. Nem hallgathatjuk el a szürke eminenciálisok, Szalai István fordító, Kurucz János, Rideg István korrektor, szerkesztő munkáját sem. Aki vele egy nézetet vallott, nem tudott kitérni a kérése elől. Valószínűleg így történhetett, hogy szinte egy időben született meg a Lacka család története Jómagam és Kurucz János tollából. Szeretett népét, a kunságiakat, a magyarokat kritizálta is. Úgy vélte, hogy nem kap méltó szerepet nemzedéke Magyarország újjáépítésében. 1994 után, amint már mondottam, a mindennapi politikától visszavonult, de irodalmi munkásságának és szervező erejének köszönhetően tudatformáló szerepe jelentős maradt. Nagy eredménynek tarthatjuk ezt változó világunkban, amikor még a gazdasági szereplők elsősorban önmaguk talpon maradásáért küzdenek, s nemigen áldoznak a kultúrára. A nagykunsági, karcagi kultúrapártoló magatartáshoz kellett a kulturális intézmények több évtizedes értékteremtő, értékmegőrző munkája, a helyi önkormányzatok kultúrára érzékeny stratégiája és Körmendi Lajos személyes tekintélye, áldozatvállaló, kitartó munkája. Nem csak közelről, de távolabbról is így látszik ez. Körmendi Lajos a kelet-magyarországi írótársadalom markáns és meghatározó egyénisége, aki egy már-már kihalásra ítélt műfaj, a szociográfia, azon belül is az irodalmi igényű tényfeltárás elkötelezettje. Ismét olyan témához nyúl, amelyekkel sem a tudományos kutatás, sem a szépirodalom mindeddig nem foglalkozott kellő súllyal, holott sorsunk, történelmünk részei, és talán a jövőnk szempontjából sem közömbös azok irodalmi, lelkiismeretű megismerése. A szerző elsősorban nem könyvtárak és kutatóintézetek felhalmozott ismeretanyagára hagyatkozik. A legilletékesebbektől, a résztvevőktől tudja meg a leghitelesebb információkat, ezáltal válik érdekessé, izgalmassá,
és főként olvashatóvá mindaz, amit ír. Hívja fel a figyelmet Körmendi Lajos jelentőségére, az 5 perc az élet című könyv kiadója a Fülszövegben. Amikor 2002-ben felkerestem Körmendi Lajost, és több órás interjút készítettem vele életéről, még nem gondoltam, hogy élete 5 percében milyen jelentőségű lesz az az áttekintés, amelyet éppen ő ad saját életútjáról. Ez a beszélgetés meg is jelent a Kulcsemberek című kötetben, más hasonló szerepvállalókkal együtt, amelyek közül már többen nem is élnek. Bellon Tibor néprajzkutató, ifjú Szabó Mihály fazekas népművész, Kanta Gyula. Folytathatnám tovább a Körmendi életútjának és irodalmi munkásságának bemutatását, de ezúttal nálam avatottabb, Rideg István tanár, irodalomtörténész ezt már megtette, megteszi. Vajon miért? Így fogalmaz a szerző. Körmendi Lajos világát megkockáztatom, sokan nem ismerik, még a saját kortársai sem, a maga teljes valóságában. Holott Körmendi igyekezett maga köré gyűjteni a hasonszőrűeket. Művei többsége azonban csak kevés példányszámban jelent meg, és az írástudók közül is kevesen népszerűsítették őt. Pedig leginkább nálunk becsülnénk meg még jobban a valahaért legnagyobb, legjelentősebb, a nagykunságot felvállaló írónkat, irodalmi lelki szervezőnket. Ebben az egyre globalizálódó világban egyre inkább szükségünk lesz rá. Ezért határoztam el 8 évvel ezelőtt, 2005-ben, amikor meghalt, hogy egy alapos trilógiában megírom majd Körmendi Lajos világát, életét, munkásságát, művészetét. Komplex módon, életrajzzal, művei elemzésével, képekkel, levelekkel. Hiszem, hogy nemes célt szolgálok vele, Karcag, Berekfürdő és a Kunság érdekében mindenképpen. 9. éve dolgozom már Karcagon ezen a vállalkozáson, szinte minden nap. Mondván, ha én nem írom meg a Körmendi monográfiát, akkor ki írja meg? Ugyan ki az, aki nagy feladatra vállalkozott? Karcagon mindenki ismeri, hiszen irodalmat, nyelvet, történelmet tanított 4 évtizedes tanári pályafutása alatt, nemzedékekkel szerettette meg ezeket a tárgyakat. Megtanította a regényhősökben látni a példaképet, a versek között megtalálni a mondanivalót, a történelmi eseményekben nyomon követni a folyamatokat. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy fiatalos lendülettel, kezdő tanárként tőle sajátíthattam el mindezt. Szervezte a Szabó Pál önképzőkört, ismertetett meg bennünket Szabó Pál íróval és lányával, javította a diáklapba szánt írásainkat, buzdított tudományos diákköri dolgozatok írására. Mindez nem múlt el nyomtalanul. Akkor még csak sejtettük, hogy tanárunk a lázongó ifjak közé tartozik, de nem voltunk bizonyosak benne. Azon parasságból származó ifjúság egyik képviselője volt ő az 1970-es években, aki hitte, hogy az új világban szerepe van az értelmiségnek. Ez az általa felvállalt szerep pedig a hivatása, a nemzeti tudományok népszerűsítése. Ezt pedig egész pályafutása alatt becsülettel végezte. Irodalomtörténeti munkássága talán részben éppen Körmendi Lajos biztatására nyert publicitást az 1990-es évek végén. Nagy hozzáértéssel tanította diákjait a versek elemzésére, de ez irányú műértéssel tulajdonképpen a Körmendiről írt trilógiában mutatkozik meg igazán.
Kollégaként jól ismerte Körmendi Lajos tevékenységét, gondolkodásmódját, nézeteit, az irodalom szeretet összekötötte őket. Szerencsés az utókor, a nagykunság népe, hogy ilyen hozzáértő és elkötelezett kortárs vállalta fel Körmendi Lajos munkásságának értékelő bemutatását. Nem csak ismerte a költőt, de nagy gyűjtő munkával feltárta mindazt a forrást, ami csak elérhető. Tanulmányozta a család által megőrzött levelezést, keresgélt a dokumentumok között, fellapozta a korabeli újságokat, folyóiratok, újra kézbe vette a köteteket, elmélyült a versek, egyéb írások olvasása közben. Kitartó, szorgos és precíz gyűjtő munkája eredményeként született meg az első, majd most a második kötet Körmendi Lajos világáról, időrendi sorrendben taglalva azt. Az irodalom már felteszi a kérdést. Kinek, kiknek íródott ez a könyv? Az biztos, hogy nem a magyar posztmodern olvasótábornak, hanem elsősorban a nemzeti elkötelezetteknek, elsősorban a nagykunságiaknak, és azután közvetlenül Körmendi író, költő, festő, szobrász, kritikus barátainak. A híveinek, vagy azoknak, akik a hívei akarnak lenni. Úgy gondolom, hogy mi mindannyian, akik most itt vagyunk, és hiszem, hogy mások is hívei vagyunk Körmendi Lajosnak, sőt Rideg Istvánnak is. Rideg tanár úr most beajánlott könyve az előző és az ezután megírandó, és hasznára válik mindazoknak, akik szeretik a nagykunságot, Karcagot, és hisznek az irodalom, a nyelv, a történelem, a néprajz nemzetmegmentő, nemzetépítő szerepében. A Gyökeres állat alcímű kötet ebben segít. Rideg István szavaival Körmendi Lajos művészetének ismerete nélkül szegényebbek vagyunk, és gyengébbek, szegényebbek maradunk. Köszönöm a figyelmet!